Már hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatósága az év elején egy háromfordulós tornán biztosít játék lehetőséget a megyebeli csapatok számára, amelyek a hétvégi meccseket beépíthetik a felkészülésükbe. A hetedik Nyírerdő kupára 25 együttes nevezett, vasárnap 5 sportcsarnokban indul majd reggel 9-kor útjára a labda. A jelentkezőket az első körben, az első hétvégén, ami most vasárnap lesz, tehát január 12-én 5 helyszínre osztottuk be, 5 fős csoportokba. Itt nem néztük, hogy melyik csapat milyen osztályba szerepel, csak és kizárólag a területi elvet vettük alapul is figyelembe, hogy az elmúlt években is, tehát hogy minél kevesebbet kelljen utazni a csapatoknak, úgyhogy így jött össze ez az 5 helyszín. A helyszínek azok a hagyományos helyszínek, hiszen Újfehértó, Levelek, Gyulaháza vagy éppen Nyírbátor már hosszú évek óta házigazdája ennek a rendezvénynek, is van egy új helyszínünk is. Nagy örömünkre a Vásárosnemény sportcsarnokba is rendezünk idén mérkőzéseket. Az első körből 15 csapat jut az egy héttel később esedékes középdöntőbe, ahonnan 8 együttes lép majd tovább a január 26-ai döntőbe, amelyet a Filó foci csarnokban rendeznek meg. Január 15-én az amatőr labdarúgásban indul a téli átigazolási szezon, amely február 14-én éjfélig tart. Egy hónapjuk van azoknak a játékosoknak, akik úgy gondolják, hogy csapatot szeretnének váltani, ezt megtegyék, viszont nagyon fontos információ, hogy télen csak és kizárólag úgy tudnak váltani csapatot játékosok, hogyha az átadó klub elengedi őket. Az igazgatóság 8. alkalommal írta ki a nagypályás műfüves felkészülési tornát, amely január 25-től február 16-áig tart majd. Nyíregyházán, Nyírbátorban, Kisvárdán és Tarpán összesen 50 megyei első, másod, illetve harmadosztályú csapat lép majd pályára a hétvégi fordulókban.